Kata, te miért döntöttél úgy, hogy a vívó ruhád mellé egy másik egyenruhát is teszel? Én pár éve hallottam erről a lehetőségről, hogy csatlakozhatok a sportszázadhoz, és szimpatikus volt alapvetően is ez a lehetőség, és izgatott voltam, akkor még keveset tudtam erről az egész katonás dologról, és sokat tanultam, amióta csatlakoztam a sportszázadhoz, mert nagyon hasonló tulajdonságok, képességek kellenek, mint az élsporthoz. Tehát amikor van egy lőgyakorlat, akkor is nagyon fontos, hogy oda tudjunk koncentrálni az adott pillanatra, és a páston is ugyanerre szükség van. Milyen a csapat? Nagyon összeszokott csapatunk van, amikor pár évvel ezelőtt megcsináltuk a kiképzést, igazi harci szellem és igazi összetartó csapat kovácsolódott. Sokszor szükségünk volt egymás segítségére, és egy igazán rendkívüli jó csapat alakult ki, akik számíthattak egymásra. Miért jó katonának lenni szerinted? Sokkal erősebbé és kitartóbbá formált, és megtanultam küzdeni az életben, és ezt tudom hasznosítani a magánéletben is.